Az országos rendezvény célja, hogy minél több emberhez eljusson a sport pozitív üzenete. A kipróbálható mozgásformák aktív tapasztalást, igazi élményt nyújtsanak, ezáltal elérve, hogy a gyerekek élvezetten mozogjanak. A program sorozathoz immáron kilencedik alkalommal csatlakozik Makó. Kezdetekben a Vasas sportpálya, később a marosport, néhány éve pedig az Erdei János Városi Sportcsalnok ad otthont az eseménynek. A délelőtt folyamán sportági és egyesleti workshopokra, valamint színpadi bemutatókra kerül sor. Már reggel 9 órától várják az érdeklődőket. A hivatalos megnyitóra 10 órakor kerül sor, ezt követően pedig egy közös testnevelés óra veszi kezdetét Borsos Nóra funkcionális trénerrel a csarnok mellett, a parkolóban hátul például lesznek majd a veterán autósok, ahol meg lehet azokat tekinteni, a csarnok előtti téren a megváltozott munkaképességűek és nyugdíjasok közhasznó egyesülete népi játékokkal várja a gyerekeket, a Makói Rádi lókavadászattal várja őket. A lovas egyesület is ki fog jönni majd egy vagy kettő lóval, ők is ígérkeztek a rendezvényre, illetve a csarnokon belül is majd el lesznek helyezve azok a helyi sportszervezetek, akik tudták vállalni azt, hogy pénteken délelőtt 9 és 1 óra között ki tudjanak állítani, illetve fel tudjanak lépni majd a színpadon. Hazánk legkiválóbb sportolói évről évre tiszteletüket teszik a nagy választón. Lehetőséget teremtve így a kicsiknek és nagyoknak, hogy példaképekkel találkozzanak. Ez motivációt jelentett a szabadidő hasznos eltöltéséhez, vagy esetleg a profi sporthoz való elköteleződéshez. A sztár vendéget is tudtuk az idei évre is meghívni az idei rendezvényünkre a legnagyobb név Bánhagy Adrien, egy nagyon látványos ugrokötél bemutatót fog majd tartani, illetve már elárulom, hogy be fogja vonni majd a gyerekeket is, illetve hoz is ő is majd magával a gyerekeket, ő többszörös európai is, Európa is Világbajnok ugrokötelező, illetve a Szíjú is a, a, tagja, és, több, és két világcsúcsnak is a tartója a jelen esetben, tehát ő, ő egy, egy, egy lesz, illetve megint kilátogat Nagy Péter, aki már többször is volt, Makomárat közel van Szeged, és ő egy olimpikon, egy súlyemelő olimpikon, már ő majd a gyerekeket fogja majd itt próbáljuk emelgetni, illetve majd el is beszélgetünk vele, hogy hogyan készül, mi a jövőbeni terve még a, itt a súlyemelésben. Az ingyenes esemény délután 13 óráig tart, de ezt követően is lesz még lehetőség néhány mozgásforma kipróbálására. A küzdőtéren fél négytől utánpótlás kézilabdázást tartanak, a galérián pedig a Makó Búdó Klub tékvándó, ájkidó és batódó szakosztályainak edzéseibe lehet becsatlakozni.